A lehetőségeinkhez képest eléggé mozgalmas évet zártunk, vagy zárunk. Sikerült sok rendezvényt tartani a településen, illetve a tavaly elnyert magyar falus, illetve a BMS pályázatokat megvalósítani, lezárni. Egy magyar falus pályázat keretein belül sikerült ezt a polgármesteri hivatalt közel 30 millió forintos értékben egy kicsit felújítanunk, a tetőt sikerült kicserélni, korszerűsíteni, álmennyezet került felhelyezésre, illetve klímák kerültek beszerelésre, ami már nagyon fontos volt itt az önkormányzat dolgozói számára. A 2019-es Magyar Falu pályázatban megnyert traktorunkhoz sikerült nyernünk különböző kis gépeket, kiegészítőket, amivel különféle munkafolyamatokat tudunk véghez vinni itt a faluban, anélkül, hogy máshonnan kellene beszerezni ezeket a munkákat, tehát ez anyagilag is jó lesz a településnek, mert azért tudjuk már, hogy például egy földmunkának a kivitelezése sokba kerül. Ezeknek az eszközöknek a beszerzése most van folyamatban. Amit már sikerült lezárni, szintén a tavaly megnyert magyar falu pályázatból még, az a májusban sikerült elindítanunk a falugondnoki szolgálatot, ennek keretein belül nyertünk el egy 15 millió forintos kis buszt, amely nagyon nagy segítség itt a településen élőknek, az egyedülállóknak, az időseknek, mert a falugondnoki szolgálatot májusban el tudtuk indítani, és ennek keretein belül tudjuk vinni az időseket orvoshoz, bevásárolni, bármilyen problémájuk, gondjuk akad, ott vagyunk és segítünk nekik, illetve ugye az óvodába gyermekeket is tudjuk különböző programokra szállítani. Mindig el szoktam mondani, és most se gondolom másképpen, sőt, talán most még jobban, hogy a települések csak a pályázatokon keresztül tudnak fejlődni. Saját erő nincs, illetve egyre kevesebb, pláne most itt az energiatakarékos időkben sajnos a települések fel fogják élni a saját tartalékaikat, úgyhogy Várajak község is különböző intézkedések meghozatalára kényszerült. Első körben bezártuk a közösségi házunkat, vagyis hogy nem teljesen zártuk be, csak a többi helyiséget, tehát egy helység van nyitva, azon keresztül tudjuk biztosítani a könyvtári szolgálatot. Ott van az egyik kolléganőm, aki ugyanúgy várja a falu lakosságát, tehát szolgáltatásokkal továbbra is állunk rendelkezésükre. Sajnos a többi helyiséget le kellett zárnunk, ugye ez egy nagy épület, jelentős gázfogyasztással, és meg kellett hoznunk ezt az intézkedést. A polgármesteri hivatalnak a fűtésébe visszaálltunk fafűtésre. Ezzel mi jó helyzetben voltunk, mivel nekünk a gáz mellett van vegyes tüzelésű kazánunk is. Ezzel is jelentős költségmegtakarítást tudunk véghez vinni. A közvilágítással kapcsolatban most folynak tárgyalások, hogy esetleg egy közvilágítás korszerűsítést kellene véghez vinni itt a településen, vagy pedig a következő lehetés, tőségünk még az lenne, hogy csökkenteni a közvilágításnak az idejét, mondjuk délután fél órába később kapcsoljuk fel, hajnalba fél órába korábban kapcsoljuk fel, hogy ezzel mennyi megtakarítást tudunk véghez vinni. A közvilágítás jelentős költséget jelent az önkormányzatnak, és sajnos nálunk nincs még korszerűsítve a rendszer. Ezért úgy tudom, hogy nem is tudjuk azt megtenni, hogy például lejjebb vesszük a fényerőt, mert sok település ezt próbálja, így próbál energiát megtakarítani.
2022-ben sikerült a településnek elég sok rendezvényt lebonyolítani. Régebben megnyert pályázatoknak köszönhetően, illetve ugye a Zenemitől is kaptuk azt az 1 milliót, amelyet minden település megkapott, aki megpályázta. Azon belül indítottunk tavasszal egy családi főzőnappal, lent a sportpályán felállítottuk a nagy sátrat, és egy nagyon sikeres rendezvényt tartottunk, ahonnan vidékiek is voltak többen, és mindenkinek nagyon tetszett, és mindenki nagyon jól érezte magát. Júniusban ugye Váraján került megrendezésre a megyei értéknap, fent a parkerdőbe. Tolna megye nagyon sok települése képviselte magát a rendezvényen, és ez is egy nagyon jól sikerült rendezvény volt. Illetve folytatásként másnap tartottuk meg a településünk nagy rendezvényét, a Kuglof Fesztivált. Ugye most elkezdődött már az adventi időszak. Minden vasárnap közös gyertyagyújtást tartunk. Ugye mivel a közösségi ház le van zárva, felhoztuk ide a művelődési ház előtti parkolóba, ott jövünk össze, egy kis forralt bor, tea, egy kis sütemény. Gyerekek verset mondanak, a dalos körünk énekel egyet-kettőt, és kis bensőséges ünnep keretébe kerülnek meggyújtásra az adventi gyertyák, illetve a második gyertya és a negyedik gyertya lent a Mikulás háznál kerül majd meggyújtásra. Ugye a falunknak ilyen is van már, nagyon szép, dekoratív ez a hely, és tavaly is levittük a negyedik gyertya gyújtását a Mikulás házhoz, és ott is egy nagyon szép kis bensőséges ünnepet sikerült tartanunk.